szeretném elmondani, hogy Isten terve volt a szexualitás, méghozzá ez egy beteljesült szerelemnek az ajándéka. De amikor kiteljesedik a szerelmed valakivel, együtt tud dobolni a szíved, hasonló az értékrendszeretek, érzitek azt, hogy közös hullámhosszon vagytok, és amikor ehhez a teljességgel jön, ennek az ajándéka, ennek egy kiteljesedése lesz majd a szexualitás, amikor ugye fizikálisan is együtt tud lenni az ember, de a szex az nem erről szól. Tehát nem arról, hogy fizikailag együtt vagy valakivel, hanem egy olyan élmény nyújt, amikor valakivel lelkileg is, szellemileg is, fizikailag is együtt tudsz lenni. Hát írtam egy nagyon bonyolult meghatározást. Mély, meghitt, becsületes, szenvedélyes, kreatív, nem én célú, kölcsönös elköteleződésen alapuló, szelíd, intim, kizárólagos szeretet kapcsolat kifejezése és átélése.